Sziasztok, Alberti Petra vagyok, az InStyle magazin főszerkesztője, és elindult a Marquardt Group Hungary legfrissebb videósorozata, a Nosztalgia járat, amelyben ismert emberekkel fogunk fiatalkoruk, fiatal felnőttkoruk egy-egy meghatározó helyszínére ellátogatni és kicsit nosztalgiázni. Ebben a részben Szabó Kimmel Tamás színész fog engem elkísérni erre a nosztalgiázós útra, és őt fogom kikérdezni, öveket becsatolni, hamarosan indulunk. Gyertek velünk! Hello! Hello! Elviszel? El. Csak kösd be magad. Ez fontos. Ebben a kocsiban rengeteg biztonság, vezetés támogató biztonság és technikai dolog van, amik csilingelnek, krittyegnek, krutyognak, úgyhogy egy csupa kalanda. Olyan, mint régen volt a Tamagocsi, ha megvan. Meg a zenélős ilyen, vagy játékos kvarcóra. Az meg volt neked? De ez fordítva van, mert tudod, azt te tartod az életben, ez meg téged tart életben. Az is igaz. Nem ugyanaz a kettő, az tény. Nem tudom, valahogy az a nem, most nem mondom a márkáját, de volt egy ilyen kvarcóra, amin volt ilyen lövöldözös játék, és tökre emlékszem, hogy kiskoromban vittek apámék a kaposvári Csiky Gergely Színházba, és akkor az az óra volt rajtam, és az egyik előadásom elkezdett csipogni, és figyelj, én tehát életemben nem voltam olyan szégyenben, 8 sor fordult hátra, akkor ez még nagyon új dolog volt, hogy valami csipog egy színházban, és szerintem ott kezdődött ez a gyalázat, hogy csipognak a nézők. Kérem, kapcsolják ki. Aha, hát de minek mondod el, hát úgyse kapcsolják ki senki. De és hogy bepattantam, úgyhogy köszönöm, hogy felcsíptél, betlenod a kocsitba, azt mondjuk el, hogy azért nem én vezetek, mert hogy az a megtisztelő helyzet van, hogy ez a te saját autód. Igen, most ezt én használom, ezt az autót, így is fogalmazhatunk, és én is nagyon örülök, hogy én vezetek. Ne haragudj, ezt is miért mondom? Nem azért, hanem azért, mert nagyon megszerettem vezetni, képzeld. Én tavaly, tehát hogy a legutóbbi karácsony óta van jogsim, és valahogy tök jól jött ki ez az egész, pont időben, és akkor kaptam készhez ezt az S-Cross-t, és én azóta vezetek, tehát lassan, mert most karácsonykor lesz egy éve, 22-én. És én... Akkor cseréljünk? Nem. Pont ezt akarom mondani, hogy amennyire para volt az első két hétben, aztán így vettem magamat, és mondom, hogy nem lehet, hogy ez kifogja rajtam, és akkor elkezdtem gyakorolgatni, meg nagyon sokat vezettem azóta, és most már nagyon élvezem, és kb. Mindenhova kocsival járok. Tökre megszerettem ezt az egész életformát. Annyi van, hogy bizony, mivel kimarad a sétálás így az életemből, ami eddig meg nagyon volt, hát elkezdett felszaladni pár kiló, hogy nincs meg az a napi sétatávolság, plusz, hogy most kiköltöztünk ide, így nem is nagyon indokolt, tehát innen csak kocsival lehet bejutni oda, ahol nekem dolgom van, eddig mindenhova villamos, meg azért. Nagyon élem ezt a vezetés dolgot, és igen, ezért örülök, hogy én vezetek, mert szeretem kézben tartani a dolgokat, és akkor ezt legalább kézben tudom tartani. Ez egy ilyen férfi tulajdonság, nem? Hogy így szeretet kézben tartani a dolgokat. Én szeretek utas lenni. Hogyha megbízom a sofőrben, akkor én szeretek utas lenni. Akkor megtisztelsz. Most megbízom benned. Most megbízom benned, ez a döntésem. Igen. De hogy visszatérve, szerintem nem feltétlen férfi dolog ez a kontroll. Meg nem, nincs is nekem ilyen, tehát azért tudnék mesélni neked extrém szélsőséges, kontrollmániás emberekről a környezetemben, ami örülök, hogy elszabadultam tőle. De hogy azért ez egy jelenség, és nem feltétlen férfiakhoz kötöm, azt gondolom, hogy ennek is van egy tudatos szintje, meg egy tudatlan szintje, és én azt látom, hogy én is sok-sok évig tudatlanul azt se tudtam, hogy itt balra kell menni. Biztos megbízom bennem? Szóval azt se tudtam évekig, hogy ez van, amíg rá nem jöttem, hogy igazából nekem a munkában az a legnagyobb bizalmam, amikor valakinek átadom a kontrollt. De azzal, hogy átadom a kontrollt valakinek, hozok egy döntést, hogy én ezt a kontrollt átadtam. Tehát ez most eddig fog tartani, és én erre számíthatok, hogy. És ez egy tök más állapot képzeld, és sokkal kevesebb feszültséget szül, mint amikor az ember jó szóért, ezért, azért, pénzért, vagy kollégák miatt belemegy valamibe, és aztán elkezdi magát nem komfortosan érezni, mert valahol meg nem feltétlen tudja, hogy akkor most ez mi. Szóval csak azt akarom mondani, hogy szerintem kétféle kontroll létezik, van ennek egy betegesebb verziója, abból is van szerencsém kapni, meg van egy olyan verziója, amikor ez egy tudatos dolog, és szerintem egyszerűen azt érzem, hogy ha ez nem egy tudatos dolog, akkor ez nem is tud olyan lenni, ami jó. Szóval én ebben most megtaláltam magam, és akkor a vezetés egy ilyen ügy, hogy abban például szeretek én irányítani, természetesen tisztában vagyok vele, hogy rengeteg minden dolog nem rajtam fog múlni. Na és meséld, hogy miért vártam ennyi ideig? A jogsival? Mert én is nagyon sokáig vártam, de azért nem annyira sokáig, mint el. Azért vártam valószínű ennyit, mert nekem a gyerekkorom az úgy zajlott, hogy az én apukám nagyon jól vezet,
És ezt a jó vezetését, ezt különböző extrém helyzetekben be is mutatta, amikor iskolába vitt minket. Tehát járdán kikerüljük a dugót, tól azért ilyen az út, mert ha ő lehúzódik és ő is, akkor elférünk középen. Szóval volt egy ilyen gyerekkorom, amiben én annyira nem éltem ezt az autózás dolgot. Szerettem a szép autókat mindig, de nem is annyit, nem matchboxoztam annyit, meg ilyenek. Hanem hogy alapvetően volt ilyen félelemérzet, hogy ez az autózás az ilyen úristen, gyorsan megyünk valahova, és nehogy baj legyen. És aztán, hát nem tudom, megnősültem, akkor a feleségemnek volt kocsija, akkor az tök kényelmes volt, én is nagyon szerettem utas lenni. Valahogy az életem mindig olyan nőkkel is hozott össze, hogy tudtak vezetni, meg olyan pozíciókkal legyen az barátság, amikor az ember tök jó, hogy ott ült az anyós ülésben, és vagy táskát tudott fogni, vagy baráti beszélgetésekben tudta támogatni az aktuális partnert, vagy éppen jó férj, vagy pasi szerepéből ott ült, és akkor onnan irányított, navigált, stb. Szóval ez egy nagyon kényelmű, tehát minden részét ismerem már az anyósülésnek. És akkor eljött a 38. évem, és van egy csodálatos ügynököm, akinek jött egy ilyen gondolat a fejébe, hogy hát azért ezzel kellene valamit kezdeni, és akkor sikerült egy hát egy elég szenvedélyes és szenvedésekkel teli kressz folyamatot végigcsinálni, ami valami, igen, tehát meglepett engem is elsőre. Nagyon sokszor voltam nagyon ideges, és többször próbáltam meg a laptopomat kidobni az ablakon. Aztán nagyon megszerettem, és azóta meg nem tudom elképzelni az életemet, és egy csomó jó dolgot hozott. Hát nem csak az, hogy nyilván eddig a filmezésben ugye az volt, hogy jó, hát a Tomi nem tud vezetni, úgyhogy akkor hozzunk egy trélert napi 2 millióért, tehát hogy azért az így megnehezített az ügyeket. Most de bár, most visszagondolok, hogy azért jó, azért láttunk vezetni téged, hát láttál, jó párszor, nem? Igen, szóval hogy azért voltak most, filmek, amiben kellett. Összetört bennem egy világ, tehát nem valós. Nem, és nem is én zongoráztam, még azt sem. Nyugtass meg, hogy azért énekelni. Persze, azt én énekelek. És kocsiba mennyire vagy éneklős? Tehát egyedül hát egyáltalán nem. Nem, zenehallgatós az vagyok, de éneklős az nem vagyok. Illetve, hogy a gyerekeket hozom viszem, mert ezt akartam mondani, még ezt is nagyon jól kinyitott az életem, hogy részt tudok venni a gyerekek reggeli. Hát még tavaly óvi meg suli, most már mind a kettő sulis lesz. Tehát azért ez egy nagyon nagy könnyebbség nekem apaként, hogy akkor erre így, ebbe így részt tudok venni. Szóval így, de nem vagyok éneklős, a gyerekek zenehallgatósak, úgyhogy inkább az, hogy én hallgatok valamit, az egyik hallgat valamit a telefonján, és a másik hallgat vagy már fülesben, vagy ő is hangon, és akkor inkább egy ilyen kakofónia van itt az autóban, úgy hívjuk ezt az össze-vissza zenélést, amikor semmi nem passzol semmihez. De azt nagyon szeretem, de amúgy szoktam, nem sűrűn szoktam már énekelgetni. Volt olyan, amikor volt még ez a gyomorgörcsös lámpalázás? Nyugtass meg minket, hogy nem így nem születtél ilyen magabiztos profizmussal. Abszolút, sőt, hát persze, hogy volt, de ez izgulás egyébként minél idősebb vagy, tényleg annál inkább van. Szóval ezzel nem lehet mit csinálni. Szerintem fura is lenne, ha nem izgulnák. Hát nyilván ennek tétje van, és én ahhoz kötöm, hogy mióta az ember, nem tudom, betöltötte a 30-at, és nem magamról gondoskodom csak, hanem a gyerekeimről is, stb. Azért már nagyon nem mindegy, hogy egy munkában hogy veszel részt. Ezért nekem ez ilyen kattanásom, hogy a lehető legkevesebb hibaponttal lehozni valamit, mert hiszem, engem majd az alapján fognak hívni újra. Tehát én nem hibázhatok. Persze ez egy eléggé... No pressure. Igen, ez egy nehéz ügy, mert az ember hibázik, és persze meg is engedem magamnak, hogy hibázzak, de tökre máshogy állok hozzá, mint 10 évvel ezelőtt, mert van két gyerekem, nem magamnak keresem a pénzt, hanem nekik, meg be kell fizetni az albérletet, meg a telefonszámlát, meg kaját kell venni, szóval itt most már ennek nagyon komoly tétje van, és nem feltétlen csak szakmai. Szakmai tétjét egyre inkább kevésbé látom ebben az országban bárminek, de főleg a mi szakmánkban, tehát annyira felhígult ez a szakma, és annyira át van már az egész csinálva, hogy én nem gondolom azt, hogy az ember tud akkorát hibázni, hogy itt elkapálják egy életre. A Vajnának volt egy nagyon jó mondása, hogy nem az a fontos, hogy mennyit ért az előző filmet, hanem hogy mennyit fog érni a következő. És ezt én nagyon igaznak gondolom, de annyira megváltozott már a helyzet, meg az élet, meg az egészet, én sem már csak a színészetből élek, vagy nem a színészetem azon aspektusában, hogy föllépek a színpadra, vagy bemegyek a kamera elé, hanem tök más dolgok, tök más terepek nyíltak, nyilván a social médiának köszönhetően. És a kritikák is máshogy voltak, hát, tálalva, meg eljuttatva az illetők, ez bármilyen igen, munkáról is legyen szó, most igen. Így ott van az Instagram, Facebook, persze. Stb. Igen, és hát ez egy nagyon veszélyes dolog, és alapvetően, ha már erről beszélünk, és én örülök, hogy erről beszélünk, én azt gondolom, hogy a kritika Magyarországon az egy félreértett
elismert dolog. Abszolút. Sok ember esetében azt gondolja, hogy ha azt írja nekem, hogy üld, de szar vagy, az egy kritika. Nem, az nem egy kritika, az téged minősít, hogy te ennyit tudsz, tehát itt tudsz kapcsolni emberekhez, és itt tudsz kommunikálni. Nekem azon se megsértődni valom, se örülni valom, se szomorkodni valom nincs. Ez a te fejedben létező valóság, amiben én egy szar vagyok. Oké. Okay. Az én fejemben más a valóság, az én fejemben én nyilván nem vagyok egy szar, hanem dolgokat jól vagy rosszul csinálok, éppen mikor, hogy. Mint ahogy mindenki más. De megnézed, a Lionel Messi se tud minden meccsen 7 gólt lőni, és káprázatos cseleket, meg vezetés, labdavezetés bemutatni. Vannak meccsek, amikor igazán nem játszik jól, mert hát emberek vagyunk. Na, de a kritika szerintem egyébként az, ha én megpróbálom megérteni, hogy te mit akartál létrehozni, és ahhoz az úthoz próbálok meg neked építőleg hozzáadni, segíteni, kicsit rávezetni arra, hogy azt a célt, amit te kitűztél, azt hogy érheted el gyorsabban, könnyebben, jobban. Szerintem ez a kritika, hogy segítem a másikat az észrevételeimmel. Magyarországon nem ez a kritika. Mindenki elmondja a véleményét, és az a legjobb, hogy a véleménye mindenkinek van. Nekem is van. Csak nem gondolom, ez bárkit érdekel. Egyébként ezt is jogosítványhoz kéne kötni szerintem, mert ugye a véleményformálásnak is van egy módja, meg van egy szisztémája, hogy hogyan lehet azt jól csinálni, igen, hogyan lehet hasznos, és egyébként igen, pont az a baj, hogy szerintem ez egy ilyen kontraproduktív folyamat, hogy rosszul megfogalmazott kritikák miatt az emberek nehezebben tudnak adaptálódni a kritikához, meg egyszerűen nehéz a sok rossz között kiszűrni azt, igen, ami értékes és tényleg építő kritika. Abszolút így van, és ez egyrészt szerintem mindenképpen a családig vezethető vissza, tehát nem mindegy, hogy az embernek milyen gyerekszobája volt, milyen az önértékelése, mert azért azt gondolom, ha egy férfi, vagy egy nő, vagy egy színésznő, vagy egy színész, vagy egy ács, vagy egy orvos két lábbal áll a földön, mert olyan családi közegből jön, akkor az nem fog megbillenni attól, hogy valaki szerint ő szar. De nyilván mi színészek azért elég extrémen szét vagyunk sokszor, meg érzékenyek vagyunk, vagy érzékenyebbek, mint nem tudom, mint az átlag. Hát jó, de mondjuk ilyen is a szakmát, tehát kiálltok arccal, testtel, igen, igen, lélekkel. Igen. Na ez a másik, hogy egyébként, és ezzel nem magunkat akarom felmenteni, de azért azok az emberek, akik néha nekem is odaírnak a Facebookon, hogy olyan a fejed, mint egy nem tudom milyen izé, így nézze meg, de szar volt ez. Értem, szuper. Neked az volt a dolgod, hogy leütj, ezt megnézted. Nekem az volt a dolgom, hogy több hónapig ezen dolgoztam, alkottam, valakinek az ízlését próbáltam a magamévá tenni, egy koncepciót, egy figurát, egy élethelyzetet megmutatni, az én eszköztárammal az így megy. Megcsinálod utánam? Nem, az nem az én dolgom. Ja, hát nem a te dolgod, de akkor majd mit okoskodsz? Tehát ez mindig azt mondom, hogy én megnézhetek 3 évadot a Vészhelyzetből, nem lenne pofám utána bemenni a sotéra, és azon rögni, hogy nézd már, hogy fog, nem úgy fogja, mint a rossz doktor azt a szikét, érted? Ez nem így kell, hát láttam. Hát jó, megnézhetsz 150 színházi előadást, attól nem értesz hozzá, attól neked csak egy nézői véleményed van valamiről, egy érzet keltődik benned, de hogy, és ezt mondtam én már régen is, hogy ültessük be ezeket a kritikusokat egy próbafolyamat első percétől az utolsóig, nézze meg, hogy amire ő 3 tolvonással azt mondja, hogy még nem pályaérett, az egyébként milyen szenvedéseken, milyen lemondásokon, milyen lelki nehézségeken megy keresztül, mert azt gondolom, hogy sok ember a felét nem tudná annak sűrített másfél hónapos próbafolyamatban, amit egy színész megél ott az idegrendszerével, a lelkével, az egyszerűen nem bírná el sok ember. Azért nem ők csinálják, hanem mi. A harmadikban az Asher Tamás az egyik osztályfőnököm volt a színművészetén, és akkor ő félrehívott egy vizsga után, és azt mondta, hogy figyelj ide, öreg, téged az Isten se színpadra teremtett, de muszáj lenne egy kicsit jobban és keményebbet dolgoznod. Na, az olyan volt, hogy akkor utána azzal hazamentem, és akkor tudtam azzal mit kezdeni. Na, most megyünk az első állomásunkra. Így van. Ami azért elég izgalmas, de addig, amíg odaérünk, akkor addig mesélj nekem arról, hogy Kaposváron születtél, igen, és mindig is ez a színészet volt a te elképzelésed, nem, vagy tűzoltó? Mi szerettél volna? Tűzoltó, nem akartam lenni. Pedig akkor nem is tudtam szegények bérezését. Az van, hogy én sokáig focikapus akartam lenni, meg rendőr. Uh-huh. És aztán találkoztam 15 évesen egy Török Tamás nevű emberrel, aki a Kaposváron a Dérini Vándor Színtársulat nevű, hát ilyen félprofi színtársulatot csinálta, és akkor ő rábeszélt, hogy menjek el pénteken próbára, mert hogy jó hangom van, és akkor már ismert a szüleimet, és akkor elmentem pénteken próbára, és akkor valahogy ott ragadtam, és egyre több ilyen városi rendezvényen énekeltem, meg táblaavatók, meg nem tudom, aztán falunapok, akkor ilyen vidáman műsor, sanzonok, operettek, izék, és akkor ebből volt ilyen évi 200-250 előadásom, 15-6-7 évesen, egészen 18 éves koromig,
amikor is, akkor felvételiztem a Színház és Filmművészeti Egyetemre, Asser Tamás Novák Eszter osztályába, zenés osztályába. De ez bonyolult volt, mert akkor éppen évet kellett vesztenem a gimiben, ezért akkor magántanuló lettem, és egy év alatt megcsináltam 2 évet, hogy behozzam magamat. És, céltudatos. Ja, pedig nem is voltam céltudatos, egyszerűen csak eldöntöttem, hogy ezt akarom, és ez az egy esélyem van, és valahogy ezt így álltam hozzá, és akkor ez bejött. És akkor 100%-kal fölvettek a főiskolára, az azt jelenti, hogy senki nem szavazott ellenem a tanári karból. És elsőre, igen. Hát nem annyira ritka, de már nem, de régen ritkább volt, de igen. Tehát mi voltunk 3-an 17-18 évesek az osztályunkban, és voltak olyanok is, akik 6-szorra próbálkoztak, és úgy vették őket föl. Tehát mi egy nagyon vegyes korban, nagyon vegyes osztály voltunk. Na és akkor a Török Tamás volt az első ember, aki az én tudásomat így felfedezte, vagy észrevette, és akkor nála tanultam meg így igazából nagyon durva képzésben az alapokat. A durva képzést arra értem, hogy próbálja meg kabarét énekelni egy falunapon, nem tudom, 400 embernek, akiből mondjuk 170 elé erősen ittas. És akkor közd le őket, és vond magadra a figyelmet. Tehát azért ott almafa alatt, sörpadokon olyan terep tudásra tettem szert, ami egyébként szerintem a mai napig nem jövök zavarba, ha csak 20 vagy 10 ember elé kell hirtelen így kiállni, hanem gyakorlatilag ismerem azt gondolom, hogy ismerem a széleit ennek a helyzetnek. Nagyon váratlan dolog nem tud érni, és akkor fölvettek, és itt töltöttem 18 évesen a... Hát nekem minden sok jó sztorim van, már hogy olyan sztorik, amiket nem mesélhetek el. Szóval, hogy itt töltöttem azt az időszakát az életemnek, ami szerintem az egyik legmeghatározó volt, ahol az egyik legtöbb dolog ragadt, meg a személyiségem a legjobban formálódott. Ennek a két embernek hála. És igazából én itt az Astoria és a Blaha között éltem évekig. Van egy ilyen sztorim az elejéről. Az egyik banknál volt számlám, és akkor a szüleimtől minden héten utaltak egy 10-est, akkor még az elé volt egy hétre egy 10-es. És akkor az volt, én itt mindig megjött a pénz, akkor hívott anyukám, hogy megjött a pénz a koli telefonon. Akkor lementem a Blaháig, ott felszálltam a metróra, elmentem a déli pályaudvarba, ott leszálltam, mert ott van az a bankautomata, ott leszedtem pénzt, majd visszajöttem ide. És a második évben mondták a barátaim, hogy figyelj, amit, te miért mész el a déliig? Itt van az Astorián ez a bank. Ja, mondom, és merre van az Astoria? Szóval mi azért itt, érted, reggel 7-től hajnal 4-ig, 3-ig, 2-ig mi benn voltunk itt ebben az épületben, egy fekete teremben, ahol volt egy színpad, meg 12-en, 13-an voltunk, és folyamatosan mozgásóra, ilyen óra, olyan óra, amolyan óra. Tehát ez nem egy lakodalmas menet volt a színészképzésünk, hanem egy pszichológiai tréning, és nagyon sok mindent kellett csinálnunk, úgyhogy én ezen a sávon éltem 2 évig az életemet, és tényleg nagyon ritkán mentem bárhova is. Általában a bajom volt, akkor azt megmertem, mert azért Kaposvárról ez egy nagy lépték, azt megmertem csinálni, hogy lementem ide a rakpartra, és akkor ott leültem egy üvegborral, és akkor ott ittam egy kis bort, ez sikerült. Ez volt a legvadabb elmenésem az első 2 évben. Ez itt a Vas utca, és itt voltam kollégista. A Színház és Filmművészeti Egyetem Vas utcai kollégiuma, és ez azért nevezetes, mert amikor 18 évesen feljöttem felvételizni, akkor az első 2 rosta az Uránia épületében volt, és a 3. rosta vizsga az itt volt már ebben, ott az Ódri színpadon, és ez egy egyhetes együttélés volt, ami közben az osztályvezető tanárokkal 3 csoportra bontva nem tudom hány ember egész nap dolgozott, és akkor a végén, az egész tanári kar előtt, itt bent a nagy színpadon volt egy vizsga. És akkor ennek a végén itt hirdették ki, hogy kit vettek föl és kit nem. És akkor igen, igen, elsőre, és akkor 13-an voltunk ebben az osztályban, és akkor sorolták itt bent a neveket, és akkor én nem is fogtam föl, hogy az enyémet mondták. És akkor itt kint, amikor kijöttem, akkor itt telefonálgattam anyámat, a barátomat, tesómat, mindenkit, akkori csajomat fölhívtam, hogy megvan, és akkor itt volt az első ilyen örömsokkom Budapesten, tehát nekem gyakorlatilag hivatalos az első utam Kaposvár az ide vezetett. Nem is nagyon voltál ismerős Budapesten? Egyáltalán nem voltam ismerős Budapesten, és akkor itt laktam a 4. emeleten, 2 osztálytársammal, 3 Tomi az osztályból, és akkor igazából hát ez volt az életünk, tehát itt éltünk, de a szószoros értelmében, és akkor olyanok voltak, hogy akkor itt még nem palacsintázó volt, hanem egy török giroszos, a Mohamed, és akkor a Mohamed nekem nagyon jó cimborám volt, és akkor árult mindenféle mikrosütőtől kezdve mindent, és egy kicsit így beszélt, tudod, egy kicsit ilyen volt neki hangja.
és akkor pont a Pintér Bélával harmadikba dolgoztunk, és egy Korcsula nevű darabot írt nekünk, ami Korcsula szigete játszódik, egy horvátországi nyaralóhelyen, ahol rám kitalált, én legyek egy arab terrorista, aki folyamatosan a szintetizátor alá helyez egy robbanó csomagot a darabban, és akkor mindig azt akarja felrobbantani. És kaptam egy csomó szöveget, és akkor én magamtól fogtam, átmentem a Mohamedhez, leraktam neki, és egy diktafonra fölmondattam vele, hogy ő milyen akcentusban mondja magyarul, és az egészet levettem, és lett az egészből egy ilyen figura, tudod, és akkor az volt, hogy Szerbolszki Zsona, a szinte terrorizátor alatt van csomaga, az robbansva. És akkor ez ment az előadásba, és iszonyat nagy sikere volt. Sőt, még az arab szöveget megkérte Béla, annyira megtetszett neki, hogy mondassam már föl arabul egy beszélgetést az apámmal, hogy a Mohamed fölmondta, és akkor én azt arabul toltam az előadásban. Úgyhogy ez egy ilyen, tehát itt minden ilyen karnyújtásra volt, tehát a figura kellett, akkor szembe volt, vagy ide kimentünk, és akkor néztük az embereket az utcán, hogy ki hogy megy, akkor azon játszottunk, hogy honnan jöhet, hova mehet, egy csomó ilyen figuralás volt, és akkor gyakorlatilag hát itt az Uránia meg e között volt az élet, és amit mondtam neked a kocsiba, hogy Blaha Astoria, tehát ezen a területen zajlott az életünk. Kivétel a déli pályázatban. Kivétel a déli pályázatban, igen, az első két évben, és akkor itt nőttünk föl gyakorlatilag, és még azt sem tudom elmondani, hogy mi a Szomszéd utca neve, mert annyira ide voltunk fókuszálva a képzésre, tehát ez nem egy vicc képző, hanem itt egy nagyon komoly művészeti képzés folyt, tehát azért mondom, hogy mi reggel fölkeltünk, nem tudom, 7:30-kor, 8-kor már mozgásorán voltunk, 10-től már beszédóránk volt, déltől énekórád volt, akkor kajaszüneted volt, és már készültél a 3 órás mesterségórára, ahol 6-7-ig jeleneteket mutattál az osztályvezetőidnek, meg dolgoztál rajta, akkor utána mehettél tovább próbálni, akkor még egy esti próbál valakivel, és akkor hajnal 3-ig még a következő napra készültél, tehát hogy ez ment minden nap. Úgyhogy ez egy nagyon kemény időszaka volt az életemnek, tényleg olyan, mint egy katonaság, egy nagyon személyiségformáló dolog volt ez, és a lehető legjobb emberektől kaptam olyan hatásokat, amik miatt én most itt állok, és veled erről beszélgethetek. És ez egy csodálatos dolog, és itt tök jó volt a pizza mindig. Felvételről mesélj nekem, engem nagyon érdekelne, hogy így mivel készültél? Hát ez úgy készült, hogy 15 vers, 15 dal és 5 monológ, azt hiszem ezzel kellett készülni, a szabadon választható volt, és akkor az Uránia épületébe bementünk, és amikor én felvételiztem, akkor volt az Asher Novák zenés osztály, meg a Máté Gábor Horvai István prózai osztály. És azt találta ki a két osztályvezető főnök, hogy nem, tök mindegy, hogy te melyik szakra adtad be a felvételidet, egymásnak is vadásznak embereket. Tehát ha nekem ő nem is tetszik, mert nem jó énekes, de zenésre adta be, lehet, hogy a Máté Gábor tud vele prózálni kezdeni, ezért átdoblak neki. És akkor mi így indultunk, hogy igazából a harmad rostáig te nem voltál benne biztos, hogy melyik osztályba kötsz ki. Nekem sok osztálytársam volt, aki amúgy prózára adta be, de ide vették föl, és volt olyan osztálytársam, aki ide, vagy nem volt osztálytársam, éppen tesszük, ide adta be, de oda vették föl. És akkor az volt, hogy amikor én jöttem, akkor én Máté Gáborhoz jöttem, és akkor be kellett menni 15 évesen, fekete sejemünkbe, fekete gatyába, bementem egy kis terembe, izzadtam, mint a ló, és akkor egyet tudtam, hogy bármit, amit kérnek, azt meg kell csinálni, nyilván észszerű keretek között, de hogy ez egy teszt arra, hogy mennyire vagy kizökkenthető, mennyire tudsz váltani, mennyire tudod a dolgokat. És akkor ezzel a nagy svunggal bementem, és akkor emlékszem, kérték a Chicagóból a Billy Flynn dalát, hogy jöjjek a színpadon elő, úgy, mint egy operett lépcső jönnék le, és akkor kellett jönnek, hogy ne félj, mesélj, hinta, az volt, akkor utána kértek népdalt, monológokba belekérdeztek, de mindet így, tehát 2 sor után váltani kellett, megköszönték, 7 percet voltam bent, kijöttem, és aznap én mentem tovább egyedül, meg még egy srác, és mondták, hogy akkor Máté Gábor már 2 hete nem engedett, tehát senki, tehát nagyon szigorú volt. És akkor a következő rostára, amikor jöttem, az már az egész tanári kar előtt zajlik, egy sötét terembe, de ugyanúgy bemész még egyedül, és ugyanúgy belekérdeznek ebbe a 15 vers, 10 monológ, vagy 5 monológ, 10 dalba. De akkor már az én osztályfőnökeim is benn voltak, és akkor ott például mindig kérték a Petőfitől a 4 ökrös szekeret. És akkor az volt, hogy az is lement, az is nem tudom, 4 perc volt, tovább jutottam. Amikor kezdődött az egyhetes együttélés, a harmadrosta, akkor én egy ismerősömnél laktam, a Török Tamásnál, akinél Kaposváron én edződtem, a Keletinél, és felszálltam egy trollira, és ahogy jöttem be az első napomon, megállt a trolli egy piros lámpánál, és ahogy így jobbra néztem, egy kirakaton azt láttam, hogy felveszünk egy ilyen felirást. És így, igen, és én is mondtam, hogy így ledöbbentem, viszont a másik sávnak előbb volt zöld, és elment előle a teherautó, és az volt kérve, hogy tortarendelést felveszünk, ez egy cukrászda volt, és akkor az volt, hogy ahogy így ültem, és mondtam, hogy ez nem véletlenül láttam most meg ezt, tehát hogy nem hiszek a véletlenekben. És akkor igazából az is, ezt nem tudom, hogy csináltam végig, de végül is az volt a vége, hogy itt kimondták a nevemet, 12 társammal együtt, és akkor elindulhatott ez az Asher Tamás Novák Eszter első kísérleti zenés osztály, amit hát egyáltalán nem bántam meg, mert csodálatos élményeket kaptam, tehát csodálatosan tanítottak,
és hát minden, amit tudok, azt igazából nyilván magamnak köszönhetem, de ízlésben mindenképpen ők formáltak, és ez számomra egy nagyon fontos dolog lesz mindig, amíg élek. Mennyire voltál? Mondtad, nagyon sok volt a feladat, meg tényleg nagyon be volt osztva az időtől. Kicsit ilyen kis csintalanságra volt idő, vagy mennyire voltak? Azért fiúk összezárva, én kollégista voltam még gimis koromban, de én azt gondolom, hogy azért itt nagyon össze tudja kovácsolni, főleg, hogy vidékről jöttél. Persze. Hát a vidékiség maga nem is sok vidéki osztálytársam volt. Hát az, úgy értem, de, csak, hogy el kicsit itt távolabb az otthontól, nem az van, hogy hazajársz. Hát persze, felszabadított. Nap. Hát nem is jártam haza minden nap. Sőt, a szüleimet is azt hiszem parkolópályára raktam, tehát havi egyszerre beszéltem velük. Hát annyi volt a dolog, meg annyira megváltozott az életem. Hát igazából persze voltak ilyen csintevések, mint Ötvös Andris, nagyon jó barátom, kollégám, aki egy csodálatos faszi, és szülinapja volt, és ő mindig tűzoltó akart lenni, és akkor én ezt nem hagyhattam annyiba, és akkor egy adott ponton loptam neki egy poroltót, amit egy ilyen sportáskába csempésztem ki neki a koliból, amit annyira megörült, hogy bent az 56-os termükbe, az Urániába, ami hát tök fekete terem, fekete zongora, fekete, azt a buli hevébe úgy gondolt, hogy akkor ezt így elfújja, úgyhogy reggelre igazából hófehér lett a fekete terem, na most jött be a titkárság, hogy ki volt az, aki ezt a több százezeres kárt akkor is sikerült elkövetni, és akkor végül is megmentettük Andrist, de nagyon sokat röhögünk ezen a mai napig. Meg hát mindenféle bulik voltak itt, hát most azokat el sem mesélhettem. Valamit adjunk a nézőknek, Tamás. Nagyon sokat bulisztunk itt, és mindig nagyon jó volt, és mindig nagyon jól viselkedtünk, mikor bulisztunk. Ahova most megyünk, a Nemzeti Színház, hát én megmondom neked őszintén, hogy azóta nem voltam itt, amióta. Komolyan? Amióta én innen elszerződtem, egyszerűen nem bírok ránézni az épületre. Akkor majd háttalálunk még. Nem baj, most ráfogok. Tehát azért ez is egy olyan dolog az életemben, amivel most már lassan kezdem kéne valamit. Nekem ez egy borzalmasan nagy trauma volt, amikor ez itt szét csesződött. Az az igazság. És én ezzel aztán, ez nekem ilyen második családom volt, és nem is nagyon tudtam ezzel én mit kezdeni azóta sem. Hát persze itt tettem valahova, csak ez most egy érdekes séta lesz itt. Jó, na gyere. Be kell csapni? Becsaptam. Na, itt vagyunk. A második állomásunkon. Igen. Megérkeztünk. Igen. És megsuktad már, hogy nem gyakran jársz erre. Azért nem járok gyakran erre. Mert ebben az épületben játszottam 5 évet, életem egyik legmeghatározóbb szakmai 5 éve volt, és aztán, amikor itt történt egy igazgatóváltás, és én közös megegyezéssel úgy döntöttem, hogy nem veszek itt tovább részt a munkában, az nekem egy ilyen trauma volt, egy ilyen család elvesztés érzés volt. Én nagyon szerettem ezt a társulatot. Szerintem jobb volt a társulat, mint a legtöbb előadásunk, de volt nagyon sok jó előadásunk is. Ha még emlékeztek erre a nemzetis hype-ra, ami itt körül volt, ez egy nagyon megható emléke az életemnek. És aztán valahogy úgy voltam vele, hogy én akkor ezzel nekem nincs több dolgom. És én ezt így magam mögött hagytam, és bármikor erre jöttem, sosem mindig a műpa, és utána elfordítottam a fejemet. Úgyhogy most ez egy ilyen izgi dolog, hogy ide jövünk, és akkor most megnézhetem, hogy mi van itt. Na hát megtisztelsz, hogy ezt velem élheted el, Tamás. Te is engem. Nézzük meg. Hát ha elfutnál, itt vagyok. Ne, futni nem fogok, annyira nem vagyok, de hogy ez egy izgi helyzet. Nagyon sok emlék köt engem ide. Én csodálatos 5 év, vagyis hát voltak benne csodálatos dolgok. Hát azért én ide naponta, nem tudom, jöttem, mentem, volt, hogy itt aludtam, szóval ez nekem nagyon az életem része volt, és nagyon, mondom, nagyon egy ilyen családi érzetem van ezzel az egésszel kapcsolatban. Nagyon sok barátom itt maradt nekem, és nagyon szerettem volna őket nyomon követni, hogy szakmailag mi történik velük, de aztán valahogy nem tudtam ezt megugrani. Ez egy ilyen hiányosságom nekem. Ilyen közel én nem voltam 2013 óta ez. Akkor ez egy keserédes nosztalgia, igen. De azért muszáj felidéznünk, ugye, ezek, tehát hogy vannak nagyon-nagyon szép, meghatározó pillanatok, ugye 2008-tól 2013-ig, azt hiszem, ugye, akkor igen. Játszottál itt, és igen. Azért voltak közte olyan szakmai csúcsok, és mint például a 2012-es Hamlet címszerepe. Igen. Arról egy kicsit mesélj nekünk, ez ilyen, mert szerintem egyrészt
Tehát egy ilyen szerep az azért biztos meghatározó. Hát ez elég meghatározó volt. Hát ez nem csak színészileg meghatározó, hanem emberileg is. Tehát az, hogy én azt gondolom, hogy minden egyes szerep, amivel dolgozom színészként az életemmel, az valami fajta lenyomatot hagy aztán a személyiségemen. Vagy hogy ezek ilyen ajtók, amik mögött laknak ezek a figurák. Ez egy fura állapot, ezt talán csak a színészek értik, vagy akik ismernek színészeket, vagy velük élek, hogy az úgy van, hogy az nekem megvan, benn van ebbe a dobozba, és amikor kell, azt kinyitom, és ő előjön. És akkor most így mondom, hogy megszáll engem, és akkor ő izé, nem, nyilván akkor egy bolond lennék, hanem én tehát ez egy nagyon fura állapot, így tudatosan vagyok más valaki, de közben én folyamatosan tudom, hogy most ez csak egy játék, miközben meg azt érzem valóságnak, ami 7-től 10-ig körülöttem van. És ez a Hamlet volt nekem az első olyan nagyon nagy szerep, ami ezek olyan szerepek, amik az idegrendszeredre is nagy hatással vannak. Azért itt 3 órát kellett a válladon vinni, abszolút címszerep, fontos, mindenki ismeri a Hamletet, mindenki gondol valamit a Hamletről, mindenki már előre elmondta, hogy mennyire szar leszel a Hamletbe, mindenki előre elmondta, hogy mennyire jó leszel a Hamletbe, de akkor te még nem csináltál semmit. Na és akkor ez egy ilyen terhelt időszak volt az életemben, ahol ahogy kiírták, hogy én leszek a Hamlet, jöttek ezek az elvárások, vélemények, véleményezések, saját magam elvárása, elég vagyok-e én ehhez, stb. És ebbe a terhelt ilyen lelki részben kezdtünk el aztán dolgozni az Alföldi Robival, ő rendezte, és azt gondolom, hogy egyébként az a színháznak az egyik legmeghatározóbb előadása lett. Szerintem az a gondolatiság, amire rá volt húzva az előadás, hogy egy lebontás alatt álló színházépületben történik Hamlettel és a családjával az egész dolog, az meg Fort Imressz a végén, hogy bejött ilyen bocska is mentében, az nagyon olyan világot festett fel 2012-ben, ami most 2023-ban egyszerűen már a múltunk, mert megtörtént velünk. Szóval számomra ez egy ilyen emlékezetes dolog, hogy a jóslásai voltak benne művészileg a Robinak, amik aztán sajnos be is jöttek. Aztán meg tudom, hogy rengeteg meló volt, vagy rengeteg szövegtanulás, folyamatosan neked kell legelőször ott lenni, neked kell legutoljára eljönnöd. Iszonyatosan becsülettel csináltam végig, rengeteget szenvedtem vele, bátornak kellett lenni, rossznak kellett lenni, merni kellett rossznak lenni. Szóval ez egy olyan hömpölygő, emlékeim szerint egy olyan hömpölygő időszak volt, hogy azt egyrészt nem csinálném a semmire, másrészt meg aztán annak a sok mindennek lett a gyümölcse az, hogy 7-től 10-ig az emberek utána állva tapsoltak, és ez egy ilyen meghatározó előadás tudott lenni, de ez nagyban függött nem csak tőlem, hanem a többiektől is, meg a Robitól is, meg ettől az egész helyzettől, amiben voltunk. De az például egy nagyon jó emlék, és aztán azért kaptam is egy junior prima díjat, tehát az mindenképpen egy meghatározó emlék. Nekem megvan a felvétel, én azt kimentettem a színházba, amikor eljöttem, és akkor most az unoka a keresztlányomnál van, mert ő most annyi idős, hogy Hamlettel foglalkoznak, de nem érti, amit olvas, ezért akkor odaadtam, hogy nézd meg, és szerintem tök érthető, tök ilyen népszínház, az Alföldinek ez a jól értelmezhető népszínházi előadásaiból az egyik legjobban sikerült szerintem, úgyhogy én erre mindenképpen boldogan tekintek így vissza, meg hát nagyon melós volt. Ja. Te is említetted a Junior Prima díjat, ami szintén egy olyan emlékezetes pillanat a karrieredben. Kicsit mesélj nekünk róla, hogy ez milyen érzés volt ez az egész, mikor megtudtad, mikor átvetted. Azt gondolom a díjakról, hogy azokat megkapod, örülsz, az továbbmész. Tehát, hogy az nagy baj, ha valaki annak a bűvöletében él utána csak 5 percig is. Nyilván nagyon fontos nekünk a visszajelzés, az nyilván elsősorban a nézőktől jön a visszajelzés, amikor tapsolnak, bár Magyarországon mindig tapsolnak, tehát itt sem nem bukik meg semmi. Aztán azok a visszajelzések is nagyon fontosak, amiket meg nem tudom, kollégáktól kapsz, rendezőtől kapsz, vagy például egy szakmától kapsz, és akkor mondjuk azt mondják, hogy figyelj, akkor itt van ez a Junior Prima díj, hát ez nekem, én a mennyekbe jártam, szóval az egy nagyon fontos visszaigazolása volt az én munkásságomnak akkor. És akkor ennek nagyon örültem, aztán eltelt 10 perc, és azt gondoltam, hogy jó, ennek itt van a helye a polcon, én meg megyek tovább, és csinálom a dolgomat. És szerintem ez a normális, vagy ez. Úgyhogy úgy nagyon nem változtattam meg az életemet, nyilván akkoriban egy kiemelt, frekventált helyen játszottam, ezért sokkal több. Azért ma, ha film készül, elsősorban mitől fölütnek 3 színházat, és akkor a vezető színházak úgymond, hogy nézzük meg, hogy onnan kikérnek rá, és akkor nekünk nagyon jó dolgunk volt. Rengeteg filmbe vittek minket, meg általában ez az első közt, az egy nagyon, mondom, nagyon jó csapat volt itt, és akkor így, de nagyon maga a díj nem változtatta meg az életemet. Az önértékelésemen talán dobott egy picit, de hát igazából ennyi. A legutóbb Miami-ba kaptam egy díjat, az mondjuk arra emlékszem, hogy az sokkal
nagyobb emóciót váltott ki belőlem. Azért mert nemzetközi díj? Vagy azért, hogy más volt a szerep, amiért kaptam? Hát egyrészt más volt a szerep, azt az Apró Mesék című filmért kaptam egy filmfesztiválon. Ami az egyik nagy kedvenc cím, mert alig bármilyen, hogy beszéljünk róla. Igen. A másik meg az, hogy az egy, hát az, hogy nem tudom, csináltam közel 20 filmet az elmúlt 20 évben, és soha senki nem jelölt még itthon sem, és ahhoz nekem 13 órát kellett repülnöm Miami-ba, érted, hogy azt mondja egy filmszakmai zsűri, hogy hát figyelj, szerintünk a te alakításod volt a legjobb, az számomra egy olyan elégtétel volt, és egy olyan jó visszajelzés, hogy nagyon. Tehát ott például azt a reptéren tudtam meg, hazaindulás előtt a becsekkolásra vártam, és akkor kaptam egy e-mailt, amiben a fesztivál igazgató írta, az eső miatt nem tudták átadni a díjakat, és én másnap mentem haza, és abban jött, hogy akkor mi nyertünk, és hogy majd küldi postán. És amikor egyedül ülsz, érted, Amerikában, Miami-ban a reptéren, csomagokkal, senkit nem ismersz magad körül, és elolvas egy ilyen e-mailt, hogy meg te lettél a legjobb színész, és így emlékszem, hogy fölálltam, hogy elkezdtem ugrálni, akkor rájöttem, hogy de hülyén nézhetek ki, akkor visszaültem, akkor senki nem értette, mi van velem, de közben járt a lábam, gyorsan fölültem, csak én azt hittem, hogy ugye itthon is annyi idő van, mint ott, ahol én épp örülök, de nem, mert itt ugye 6 órával több volt, vagy kevesebb, nem is tudom, tehát hajnalban valakit fölébresztettem, akkor üvöltöztem, hogy nyertem. Szóval az egy nagyon nagy, és utána a repcsin, a hazaút, az egy ilyen életem egyik legelégedettebb repülőútja volt, tehát úgy bírtam ki a 12 órát, ahogy soha máskor. Igen, az egyrészt már nemzetközi, másrészt mert olyan munkáért kaptam, amiért szerintem megérdemeltem, három meg, mert hogy az az első filmes díjam. A Junior Prima díjat is megérdemeltem. Jó, köszönöm. Szóval. Persze, oké, de hogy az egy másik élethelyzetben, másik izében, itt ez meg egy teljesen... Beérett. Igen, itt erre nem tudtam azt mondani, hogy ja, azért kaptam, mert ők ilyenek, vagy azért, mert ő neki színfők. Az egy külföldi ország, egy tök másik világban, tök más emberek, nem ismertek, és azt gondolták, hogy ez így. Szóval szerintem ez alapvetően jó esik az embernek, aztán azt a díjat is megfogtam, felraktam a falra, azt mentem tovább, tehát hogy ezt gondolom. Na, tovább menjünk? Mehetünk tovább? Jó. Ja. Most egy nagyon-nagyon izgalmas helyre megyünk, ja. És szerintem az országban nem én vagyok az egyetlen, aki őrült rajongója annak a filmednek, ami országos ismertséget hozott neked, ugye a 2009-es, amúgy brutális a 2009-es, Made in Hungária. Nagyon brutális. És ennek az egyik forgatási helyszínén megyünk, és ezért nagyon izgatott vagyok, mert szerintem nekünk, nézőknek, laikusoknak mindig izgalmas tudni, hogy mihol készül, aha, vagy mit, hogy adunk elő, hogy ott készült, és most megyünk egy izgalmas helyre, de elmeséljük a nézőinknek, hogy hol fogunk pontosan nosztalgiázni. Eléggé jól illet hozzád ez a jóképű rossz fiú, aki azért érző szívű, úgyhogy, igen. És azt olvastam egy korábbi, igen, interjútban, hogy viszonylag hamar a Miklóssal hamar egy húrra kerültetek. Igen. Ez részben igaz, és részben meg az igaz, hogy természetesen Miklós azért eléggé szkeptikus volt velem kapcsolatban, és ez annak volt köszönhető, hogy valószínűleg, ha az én életemről csinálnak egyszer filmet, és az lenne a kérdés, hogy ez kijátszan engem, akkor én is nagyon szkeptikus lennék, meg nagyon alapos. Úgyhogy a Miki igazából inkább szerintem bizalmatlan volt az elején, és ez nekem egy kicsit rosszul esett, de azt gondolom, hogy közben meg jót tett nekünk, mert aztán meg amikor elkezdtünk dolgozni, akkor meg ő nagyon oda volt, és aztán nagyon ott már nagyon hamar. De volt egy pont, fölmentem hozzá ide a lakására, és akkor ott énekeltünk, ő a zongoránál valami meg is hamburgert evett éppen, és nagyon Amerika volt az egész, és akkor eljátszott a dalait, és én is, és akkor tanítgatott meg ezt így, és akkor láttam, hogy teljesen belelovalja magát, és szerintem az volt egy ilyen pont, amikor áttört ez a bizalmatlanság, aztán a film forgatása közben meg kijött, és sokszor nagyon jó tanácsokat adott, meg nekem jó volt sokszor, hogy ott volt, és sokszor persze zavaró volt, hogy ott volt, de az nem azért volt, mert ő ilyen meg olyan, hanem egyszerűen, mert ott a dolgozásban. Tehát érted, azért játssz el valakit, akit kb. Mindenki ismer ebben az országban, mindenki gondol róla valamit, de igazán senki nem ismeri, ugye? Csak azok, akik együtt élnek vele. Tehát innentől két helyzet van. Az egyik az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, mert akkor az lesz a Fenyő Miklós, és nem akarsz megfelelni senkinek, mert hát nem tudsz 10 millió vagy 8 millió Fenyő Miklós ismerőnek megfelelni. Tehát akkor olyan lesz ez az ember, amilyen te vagy, és akkor megpróbáltam hasonlóságokat keresni, mert minden szeretnél ezt csinálom.
az ő személyisége és az enyém közt? Mi az, ami hasonló? Mi szenvedélyesek vagyunk, lobbanékonyak vagyunk, ilyen nagy az igazságérzetünk, ezt így csináljuk, azt úgy csináljuk, jó a humorunk, nem tudom. Ezeket így megpróbáltam megvizsgálni, megtalálni a kapcsolódó pontokat, és azokat a kis kapcsolódásokat persze felnagyítani, vagy nyilván hát a szöveg szerint irányítgatni magamban, a kis lelkemben. Tehát onnantól úgy gondolkoztam. És azért volt nekem nagyon jó, hogy a Miki sokat kim volt, meg lehetett vele sokat beszélgetni, mert hát azokat az apró gesztusokat kellett nekem ellesni, hogy például hogy gyújt rá, hogy rakja el a cigit, hogy szól oda, ha a cigi a kezében van, azt hogy fogja, hogy nevet, milyen mozdul meg először, ha meglepődik. Szóval úgy kellett analizálnom egy embert, ahogy az csak nekem jelenti azt. És akkor igazából ebből összegyúrva egy adott ponton meg elengedtem minden félelmemet, meg mindenféle elvárásomat magammal, és inkább csak csináltam, amit éreztem, és azokat a pici dolgokat én beleraktam, amiket én azt gondoltam, hogy azok személyiségi pontok. Aztán ez az embereknek eléggé bejött. Nem gondolom, hogy én ott a legtökéletesebb Fenyő Mikit játszottam, vagy Fenyő Mikit játszottam, egy embert játszottam, akit Fenyő Miklósnak hívnak, de ebben a filmben egy film szereplőjét játszottam el, akit pont úgy hívnak, mint ezt az embert. Tehát én nekem ez lett a megfejtésem, és egyébként egy csomó apróságot bele tudtam csempészni, amitől meg csak dúsult ez az egész. De mondjuk zongorázni nem tanultam meg, tehát ezt nem én csinálom benne, de abszolút és én vezetni énekel... se te vezettél, mint megtudtuk. De én énekeltem benne, és minden más én vagyok. És az valóban 2009-es, és nagyon, és akkor voltam ki Los Angelesben ezzel a filmmel, Golden Globe válogatón, az volt az első amerikai utam, így a munkám kapcsán, 5 nap, és figyelj, parádés volt, Fonyó Gergő volt a házigazda, akkor találkoztam először az Andy Vajnával, Malibun a házában, és akkor csodálatos emlékeim vannak onnan. Az én lakásom, ahol volt, ugye, abban az utcában megyünk most. Bizony. A macska, ahonnan kijövök egy adott jelenetben, meg ahol megáll a taxi az elején, és hazamegyünk, és ott egy nagyon szép, most megvolt sokáig, hogy hívják azt a követ, minek hívják, mert ez nem csak macska kő, hanem van egy neve. Zongorázni nem tanultál meg, énekelni igen. Nagyon jól énekelsz. És a tánca mi a helyzet? Az mennyire volt nehéz belerakni a bugit a lábamba? Hát ez úgy vagy, alapvetően én egy ilyen pozitív ember vagyok, bár ez kicsit kopik ki belőle. Az a helyzet, hogy én kiskoromban, tehát ilyen tini korom előtt én versenytáncoltam, ilyen latin, meg ilyeneket. Ezt az információt most már örökre birtokolni szeretném, és szeretnék képeket látni. Nem fogsz. Képeket szeretném látni, mert egy ilyen kis félre nyalt hajú, ilyen kis... Pontosan. Középen volt elválasztva a hajam egyébként, nem tudom miért gondoltam, hogy ez jó ötlet. Valószínűleg a tesómnak is így volt elválasztva, csak azért. De az a helyzet, hogy van ilyen táncos múltam, de én ettől teljesen begörcsöltem egy adott ponton, és én ezt az egész táncot, ezt én magam mögött hagyva, én ezzel nem akartam foglalkozni. És akkor most az van, hogy vannak így ügyek, amikhez jó, ha az ember tud táncolni. De... Milyen ügyek például? De neki mikor oda kell menni a legvégére, igaz? Jó, sem. Milyen ügyek? Hát például, amikor olyan zenés szerepet kapsz, amiben táncolni kell. Azt nem tudod megúszni. Például volt ez a film a Papa Pia, amiben azt kértem a koreográfustól, hogy mindig, amikor engem mutatnak, és nekem lenne valami szóló számom, amiben nagyon kéne táncolni, akkor oldjuk meg 3 mozdulat, és mögém rakjál olyan fiúkat, akik viszont széttáncolják, akkor olyan lesz, mint ha én is táncolnék, és akkor tudod csatlakozol egy mozdulatba. Azt szerintem sokkal szexibb, mint végig ugrabugrálni valamit lihegve. Itt vagyunk a Katona József utcába, és a Médi Hungária című filmben ez volt a házunk ajtaja. Tehát itt áll meg a taxi az elején, innen megyünk, itt nézünk föl, és akkor van egy jelenet, amiben meg innen jövök ki, és akkor vár a Sered Pepe itt az autóba, és beszállunk, és ez azért volt fontos, hogy ez itt legyen, mert itt van ez a burkolat, ha látjátok, ami Klinker kockának is hívják, ez a gyártó cég volt, igazából ez a fajtán, de más neve is van ennek, és akkor ez annyira tipik old school volt, és kb. Csak itt van egyedül ilyen, hogy ezt itt kellett fölvenni mindenképpen, mert ez adta meg azt a hangulatot, amiről már beszéltünk a kocsiba, amikor egy kornak a hangulatát te nézőként megérzed, az például ilyen összetevőkből áll össze, hogy akkor azt egy ilyen utcára rakjuk össze, és természetesen korhű autókkal már is ott vagy, tehát hogy igazából ennyire egyszerű. Ez még azért is volt külön jó ez a környék, mert ugye itt lakik maga Fenyő Miklós a Pozsonyi úton, úgyhogy ez azért is ilyen emblematikus hely volt, és egyébként ebben a jelenetben, amikor megérkezünk, akkor Fonyó Gergő, aki a Médi Hungáriát rendezte, ő a taxisofőr, aki elkéri a 20 forintot, vagy nem is tudom már mennyit a fuvarért. Tehát ő játszotta itt a taxist, és az autószerelő műhelyben, meg a Csukás Sanyi, aki az operatőr volt, ő meg az egyik autószerelőt játszott, tehát így beforgatták magukat, úgyhogy ez még ezért is egy külön egy kis plusz érdekesség itt, hogy itt bizony a Fonyó Gergő volt a taxisofőr.
És akkor hát, de aztán a lakás belső meg tökre nem itt volt, tehát ezt, én meg ezt nem szeretem a filmekben, hogy ez is egy ilyen érdekesség, hogy itt így néz ki a lakás, de amúgy a lakás belsőt azt a világ másik végén forgattuk egy másik lakásban. Az egy csodálatos családi dolog lett a végre, és nagyon-nagyon jó érzékkel választotta a Fonyó Gergő szereplőket, és egy nagyon jó, tehát mi minden hétvégén bulisztunk. Mai napig meglévő barátságok születtek, és nagyon sokan abból a filmből csináltak aztán karriert, például a Kovács Lehel, vagy az Orosz Ákos, vagy én is abból sikerült elindulnunk, meg a lányok közül is sokaknak. Utolsó film volt, ami átcsúszott ezen a nagy mozi látogatottságú magyar nézőközönségen, utána leállt a filmgyártás Magyarországon, akkor jött ugye a Vajna, és abban a 7 évben valahogy a magyar nézők elszoktak a magyar filmtől, és most már az van, hogy a magyar filmet annak örülünk, ha 15 ezerre megnézik, holott régen 15 ezer volt egy hétvége, és 250 ezer volt, az már azt mondtuk arra, hogy siker, de hát azért valami Amerika 550 ezer nézőjével, most meg már nem is tudom, hogy mérhető-e, ugye annyira szét vannak dobálva a streaming platformokra, de moziban nem egy mérhető nézőszám a magyar film, és ez végtelen szomorú, és bárhogy is próbálunk, azt gondolom, hogy nagyon sok színész meg rendező jó dolgokat csinálni, egyszerűen nagyon nehéz kirángatni a magyar nézőt abból a sztereotípiából, hogy a magyar film az valami segre csapós szar. Mert sajnos voltak olyan filmbéli történések, és ebben egy filmmel én is azt gondolom, hogy hozzájárultam, amik sajnos ezt a vonalat erősítik. Mind a mellett szerintem a magyar filmkultúra az egyik legszínesebb filmkultúra az egész világon. Sőt, megmondom kockáztatni, a magyar színészgénállomány az egyik legjobb egész Európában, sőt, sokszor az amerikaiakat is veri. Ugyanis olyan fizikai terhelésnek vagyunk kitéve, meg olyan szellemi terhelésnek, hogy két országgal arrébb egy színész, érted, egy hónapban játszik 15-öt, és akkor ő a színész, és akkor van neki 3 autója, meg egy nagyon jó nyaralója. Itt meg a színész játszik havonta 30-at, beledöglik, negyed annyi pénzért, és közben forgat is, meg szinkronizálni is jár, és a többi. Tehát, hogy egy nagyon komoly világ ez, amiben mi vagyunk, vagy ez a rendszer. Aztán ez is most kezd átalakulni, és szerintem egyre több színész fog magának csinálni dolgokat, mert nem az a piac van, ami volt 5 éve. És akkor elindulunk az utolsó állomásunkra, bár én legszívesebben még egészen, reméltem, hogy Kaposváron is fogunk egyet fagyizni, vagy ilyesmi, de legközelebb majd arra megyünk, de most kifejezetten a Budapest szívében játszódó emlékezetes pillanatokat, meg emlékezetes helyszíneket nézzük, és itt jön az utolsó állomásunk, úgyhogy gyertek velünk és nézzük meg, hogy mi is az. Én is izgulok. Izgulsz? Nagyon jó. Kaposváron is sok helyre el tudtalak volna vinni, de az életem nagyobb részét Budapesten éltem, és itt történtek velem, úgyhogy szerintem jobban jártunk ezzel. Na jó, akkor. Megyünk most az utolsó állomásunkra. Igen. Ugye azt beszéltük, hogy kifejezetten most ugye egy Budapest szívében található emlékezetes helyeket keressük, de azért fogunk kicsit beszélgetni. Ugye a 2009-es volt a Made in Hungária. De azért azóta is elég sok minden történt, mert nagyon sokat forgattál, meg forgatsz is. Úgyhogy filmetnek sorozatot, mindenfélét, úgyhogy szerintem ez nem unatkozom. Nem unatkozom, de megmondom őszintén, mert annyit nem forgatok, és ez... Merre megyek? Erre lehet menni? Igen. És ez annak köszönhető, hogy teljesen megváltozott a filmkészítés Magyarországon. Nyilván minden ennek köze van a politikához, és attól függetlenül nem szeretnék politizálni, nem tudok elmenni amellett, mert ez egy tény, hogy jelenleg Magyarországon egy másfajta filmes gondolkodás zajlik, mint mondjuk 5 vagy 6 éve. Én azt gondolom, hogy a legtermékenyebb időszaka az a Vajna éra volt a magyar filmkészítésnek, minden félelemmel együtt. Amikor én filmezni kezdtem, akkor még az úgy nézett ki, hogy egy producer azt mondta, hogy neki van 500 milliója, pedig nem volt, akkor arra nyugodtan fölvehetett 500 milliót. Tehát, hogy így készültek a filmek, és úgy készült mondjuk egy forgatókönyv, hogy valaki leírt 8 sort, azt beadta, azt akkor jó van. Azért a Vajna elég jól megcsinálta ennek az alapjait, és egy olyan jó működő rendszert hozott létre, amivel szerintem egyszerűen nem lehetett. Addig nem forgathat valaki filmet, amíg nem fizette ki az előző stábot, stb. Szóval komolyan a könyvekre nagyon nagy figyelem volt fordítva. Tehát ezek mind tök jó dolgok, de aztán most ez is megváltozott az ő halálával. Most annak kell örülni, ha az ember forgathat, és én ennek örülök. És volt már ilyen időszak az életemben, pont a Made in Hungária után, hogy 7,5 évig nem forgattam semmit. Azt is túléltem valahogy, akkor elmentem tévézni, stb. Most meg az van, hogy most tavaly nyáron forgattam egy filmet, a Lefkovicsék gyászolnak címmel, ami szakmailag nekem egy nagy kihívás volt, mert egy Izraelből hazatérő ortodox
apukát játszom. Na de nem mindegy, hogy hogy beszélsz héberül, mert nekem úgy kellett beszélnem, mint egy magyar, aki 17 évig kint élt és visszajött. Úgyhogy volt két dialog coachom, az egyik Prágában, a másik pedig itt Budapesten, és akkor kettejükkel gyúrtuk meg ezt a szerepet, és Bezerédi Zoltán volt benne a partnerem, és Leo Gagel, aki egy kisfiú, 6 évesen 3 nyelven beszél, elképesztő figura. Na és akkor ez például egy ilyen öröm volt az én életemben, hogy most megint egy nagy játékfilm, de ez ugye a 100 milliós költségvetésű platformja a filmalapnak, ez az úgynevezett izé. Mi az, amikor első filmre kap 100 milliót, és akkor csináld meg, tudod. Tehát 100 millió forint, ez nagyon durván hangzik, nagyon örülnék, ha most lenne annyi, de abból filmet készíteni azért nagy kihívás. Tehát annyira durva mindennek az ára. Na úgyhogy ez egy ilyen kis szerelemgyerek film inkább, mint egy nagyon komoly, nem tudom, több milliárdos költségvetésű dolog. Én azt gondolom, hogy itt jön képbe a tehetség, és Breyer Ádám a rendezője ennek a filmnek, és hogy ennyi pénzből ezt ilyen profin csinált, egy ilyen kamaradrámát, az szerintem első filmnek a lehető legjobb kezdés. Úgyhogy én nagyon sokat várok ettől a filmtől, szerintem olyan tudok benne lenni, amilyen már régen nem voltam, vagy amilyen sok régóta szeretnék lenni egy filmben. Úgyhogy meglátjuk, hát majd ilyen tavaszi bemutató. És most először, van otthon munkám, igaz? Igen, már megvolt a picture log, de most még fényelik, és akkor az a lényeg, hogy először egy ilyen nagyobb fesztiválon akarják külföldön majd bemutatni. Ez egy családi dramedy igazából, egy boxoló nagypapa, ex-boxoló nagypapa, aki él a feleségével egy magyarországi házban, és van egy fiúk, aki meg Izraelben él kint, és ott lett családja, és nem beszél ezzel a boxoló nagypapával, és hát az apjával, de meghal az anyuka, ezért hazajön a fiával, ez a csávó, hogy sívát üljön a szülei házában, ez a zsidó ilyen halotti szertartás, ugye, hogy egy hétig a halott házában imádkoznak, és jön a minyán, az egy tisztagú férfi kar, akikkel együtt imádkoznak, és akkor nem ülhetnek az elhunyt székére, stb. Egy csomó gyönyörű szép ilyen szabály van, és ez egy egyhetes gyászszertartás azért, hogy az elhunyt lelke hamarabb találkozzon az örökkévalóval. Na és akkor erre hazajön a gyerek, és hozza a kisunokát, és akkor igazából a 17 éve nem beszéltem apámmal, ból a kisunoka hogyan húzza ki ezt a hármast, és hogyan is zajlik egy ilyen, mert a nagypapa meg nem vallásos, a csávó nyilván nagyon, meg a kisunoka is, és az egész vallás bemutatja, picit jobban belelátsz, de belelátsz egy csomó minden olyanba is, hogy milyen, amikor ilyen apa-fiú konfliktus van, szóval szerintem ez egy nagyon értelmes és érdekes és értékes film lesz. Aztán majd meglátjuk, de valóban nem unatkozom, de nekem azért most már nem ez a fő profilom. Nagyon sok szerintem jó minőségű közreműködésem van social media felületeken, játszom színházban is, igen, de már nem az a prioritás. Sokkal fontosabb lett a két gyerekem, a velük töltött idő, az az idő, amikor igazából azt csináltok, amit akarok. Szóval ezek a fontosak, nem töröm már magamat senkinek a szeretetért, bár még sose törtem, de hogy pláne nem szerepérmem, de helyezkedni meg sose tudtam, mert nem is akarok. A gyerekekkel együtt töltött idő fontosabb, mint hogy még karrier csúcsokat döntögetni? Gyakorlatilag mondhatjuk. Már csak azért is mondhatjuk, mert elég sok változás történt az életemben, a magánéletemben is, és egyszerűen átértékelődnek a dolgok, és én nagyon bírom ezt a felnőtt létet, minden nehézségével együtt, de egyszerűen nem tudsz nekem olyat mutatni, ami fontosabb lehetne az én két gyerekem boldogságánál. Mi vagyok én? Szoktuk feltenni a kérdést, és akkor mindig mi vagyok? Színész, apa, férfi, és akkor ezek megcserélődnek. Most apa, férfi, színész. De ez nagyon fontos, meg szerintem ez egy nagyon jó rálátás, meg gondolkodás tényleg, hogy mi az igazán fontos, és ezt igazából nem lehet visszatekerni, meg visszapörgetni. Nem, és tudod, én azért megvagyok az életemben, úgyhogy kimaradt egy-két nagy szerep, bár mondjuk most vagyok mindjárt 40, és azért bőven oroszokat kéne játszanom, meg súlyos nagy szerepeket, mert egyszerűen megvan az alkalitásom, az adottságom, és az életemből az idő. Most ez nem így történik, én ezt már elengedtem. Ez nagy részben rajtam múlt. Pontosan ezért nem kerestem senki kegyét, és nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy Magyarországon csak az a létbiztonság, hogy egy színész beül egy társulatba, ahol elkényelmesedik, és aztán utána azt mondogatjuk, hogy én ott vagyok, és akkor mi történik, semmi. Egyrészt a kötöttségekkel problémáim vannak, tehát én nem tudok még egyszer
öt évet áldozni valakinek a társulatában, hogy én ott tag legyek, és majd ő megmondja, hogy én hol tartok, tehát köszi szépen, nem. És nincs arra újabb 5-6-7 évem, hogy különböző hierarchia rendszerekbe beegyem magamat. Sose tudtam, mondom, röhögni senki viccén azért, mert az kellett, vagy röhögtem, vagy nem. Nem is nagyon vannak amúgy barátaim ebből a szakmából, de vannak emberek, akik hál' Istennek nagyon szeretnek velem dolgozni, és mindig is szerettek velem dolgozni, és nekem ez a fontos. Szóval én ezt nem egy hivatásnak tekintem már, és nem a második családomnak, hanem ezt a pénzszerzés és a saját egóm és egyéb feszültségeim kiélésére használom ezt a platformot, amit most színészetnek nevezünk. Mellette egyébként sokkal jobban élvezem már azt, amikor otthon vagyok és a gyerekemmel valamit rajzolunk, vagy a kis lelkét kell ápolni, mert egyszerűen annak van értéke, ennek már nincs értéke nekem. Csinálom, persze csinálom, mert szeretem csinálni. Én most oda jutottam, hogy egyrészt csináltam 35 évesen egy előadást széttépve címmel, a függőségekről, amiben egyedül voltam, most egy Petőfi estet csinálok, amiben szintén egyedül leszek a színpadon, és az az igazság, hogy egyszer jól érzem magam ebben. Az InStyle stílus magazinnál, az amerikaiaknál gyakran van ez a Mi van a táskámban videó, nagyon trendi, nem hagyhatom ki. Ha már a te kocsiddal jöttünk, nézzük meg, hogy mi van az autóban. Tamás, nagyon sokat elárul egy emberről, remélem, hogy találunk izgalmas részleteket. Megmutatod? Csak így nyitom, várjál. Örülök, hogy nem az én autómat nézzük meg, mert szerintem kupi halom lenne. Nálunk a főiskolán másodikban tananyag volt a női táska, arra kellett jeleneteket csinálni. Ez az én autóm hátulja, ezt Szabó Zoli barátomtól kaptam, illetve a gyerekek, ez egy festővászon, ezt most viszem majd nekik haza. Okay. És te magad is festegetsz? Nem, de rajzolok. Emellett az előző cipőm egy dobozban, okay. A kutyának a labda eldobója, de nincs labda, mert minden labdát elhagy. És a kutya ő gyakran utazik a kocsiba vissza? Igen, jobb elől, vagy jobb hátul. Ezt megmutatom, ezt most hozták a gyerekek, Horvátországban voltak. Rákolló, meg mindenféle csigák vannak. És akkor még ami fontos, a izévíz, ami spriccel az ablakra. Igen, különböző törlőkendők. Tehát ez egy rendes autó, rendes ház, rendes sofőr. Különböző kulacsok. Ezek ilyen edzéshez használatos? Nem, ez ilyen utazós, és akkor a kutyának a fülcseppje, és a másik fülcseppje, és ez a kedvencem, de ezt most már ide hátra száműztem, mert megőrülök tőle. Ez egy kisfiamnak a... Ezzel szokott szórakoztatni a visszapillantó tükörbe. Hát így. Így csinál az ember magából bohócot fél perc alatt. Nagyon jó. Ez van az én csomagtartomban, mert valahol éreztem, hogy ez lesz, ezért jól kitakarítottam. Amiért mi ide jöttünk, az a Papa Pia című film, és az az eset, az itt történt, a Zene nélkül mit érek én című nagy sláger, amikor kirohanok édesapám ügyvédi irodájából, és a teljesen random emberekkel, 300-an voltak, itt elénekeltem. Most ez úgy nézett ki, hogy abból az épületből kellett kirohanni, meg azt hiszem ott volt az apám irodája, és azt hiszem az a hajózásügyi minisztérium volt, és én már itt forgattam, vagy az volt, nem is tudom, még egy HBO-s sorozatot forgattam valamelyik erkélyen, lehet, ez pont ez volt, Udvaros Dorottyával. Na, ez mindegy, ez a film volt, és akkor itt ezen a betonplacon történt meg ez a éneklés, és erről azt kell tudni, vagy hát azért ezt választottam, szerintem mehetünk egy kicsit arrébb, hogy ne zavarjuk itt a lányokat, hogy itt volt ez az egész táncolás, hogy ezt én éles hangban énekeltem el minden egyes felvételnél. És mondjuk el a nézőnek, ez mit jelent pontosan? Hát ez azt jelenti, hogy azt mondták, hogy felvétel, és akkor, bocs, na, ide visz. Azt mondják, hogy felvétel, akkor elindul a zene, és bent kezdődött a koreográfia, és apróháza, mond mit ér, és azt végig az elejétől a végéig el kellett énekelni. És a vége az itt záródott, ahol egy ilyen nagy népünnepé volt. És ezt így vettük, itt voltunk egész nap. Jött Németországból egy színészbarátom is pont, és mondta, hogy pont itt van, és akkor ide hívtam, és ő és itt nézte, hogy mi történik, és akkor egy adott ponton fura volt, mert oda hívott, itt ült a kávézóba, hogy mondta, hogy Tomi, hogy mit csináltok? Hát mondom, forgatunk, miért lesz, de most már körülbelül 40-szer vettétek fel ugyanazt. Mondom, fú, mondom, 40-szer, mondom, de fura, nem jutott. Hát mondom, ez ilyen, itt nagyon sok helyről, sok kamerával felveszünk mindent, mondom, szerintem a rendező nem igazán tudja, hogy mit akar, gondolom majd a vágószobában. Na jó, de hát ez azért elég komoly pénzpazarlás. Hát mondom, nem tudom, ennyire még nem értek ez. Na mindegy, jó, mondom, megyek, megint forgatok. És akkor egyszer csak odaírtam az asszisztens, és mondom, hogy te figyelj, mondom, hányadik felvételnél tartunk? És mondja, 72-nél, mondom, 72-szer vettük fel eddig, hogy bentről elindulok és kijövök, és azt mondja, igen, de 72-szer ugyanazzal az optikával ugyanazt. Nem, hát közben váltogattunk, ja, mondom, oké. Okay. Akkor még egy felvétel, jó, még egy, 73.
73. 70, faszagyerek vagyok, elénekeltem én 74-szer is, mert 74-nél oda mentem Csupó Gábor rendezőhöz, és hát ott rendezőnek hívták. Oda mentem azzal, hogy Gábor, ez a 74-dik, hogy teli torokból elejétől a végéig eléneklem, ezt az egyébként nem túl egyszerű dal. Mondom, még egy van bennem, jó, így barátilag. Ja, ma rég nem is téged veszünk, csak hátul az embereket pásztázzuk. Mondtam, hogy, és mondom, mi, hány felvétel óta? Hát legalább 30 felvétel óta a közönséget vesszük itt. És akkor tudod így, hát mondom, tehát hogy hol kezdődik ugye a szakmaiság? Tehát nem mondjuk a színésznek, hogy egyébként nem is te vagy képbe. Tehát ne ugrabugrálj felesleges és énekelj telítorok, mert nem látszol, tehát nem fogjuk. Na mindegy, az egy ilyen pusztító nap volt, emlékszem 45 fok volt. Bőrzseki, fekete farmer és a statisztériések főleg nyugdíjasokból álltak. Úgyhogy ezt így a 74-szer vettük föl. És soha életemben nem énekeltem egy dalt szerintem ennyi szerel, mint a zene nélkül mit érek én. Itt, és mondom, a legmelegebb nyári napon, a legnagyobb bőrzsekiben, kandelláberen ugrálva, szaltózva, úgyhogy igazából én megvoltam egy életre ezzel a szabadságtérrel, azóta itt sem voltam egyéb. Na, tessék, és megedződtél akkor ebben is. Szerintem most egy kicsit így megálltunk, megpihentünk ezen a padon, és beszélhetünk róla, hogy azért a zenés, táncolós, vidám karakterek meg filmek mellett azért vannak elég komoly filmek is a repertoárodban. Nekem például, amit szerintem említettünk, pont az apró meséket, nekem az egyik személyes kedvencem, és bár most így a Fóti tavaknál nem csobbantunk be. Nem is baj. A 10 fokos jó októberi forgatás de volt. De kicsit nosztalgiázunk arról, meg mesélj egy picit nekem arról, hogy amikor ezt a komolyabb, kicsit alámerülősebb szerepekre kell készülned, hogy milyen emlékeid vannak erről, és egyébként arról a filmről. Szerintem az tényleg, meg ugye ott beszéltünk is róla, hogy az a díjat is elnyertél. Igen, igen. Hát alapvetően ott kezdem, hogy kettő ilyen könnyedebb film van a pályámon, az egyik a Médi Hungária, a másik a Papa Pia. A Papa Piát ezt azért is akartam megcsinálni Vajna, hogy szeretett volna egy legalább akkora sikerű zenés filmet, mint a Médi Hungária volt. Ez nem... elég nagy kasztos siker is volt. Igen, végül is igaza lett. Megosztanak a vélemények, amit én már elfogadtam. Az elején ez nekem nagyon... Az elején én nem szerettem ezt a filmet, nekem nagyon sok munkám volt ezzel a filmmel, hogy ez így nézzen ki. Nem is volt olyan segítség. Kicsit igazság, nem kicsit, nagyon igazságtalan volt, hogy színészeken volt elverve. Pedig volt egy rendezője, volt egy forgatókönyvírója, és akkor ezt így be is fejezem. Nagyon sok ember megnézte, nagyon sok embernek tetszett, a mai napig van, hogy azzal állítanak meg. Tök oké, okay. Én is megnézem, tökre vállalható, jópofa, feel good movie, ízlésben lehet vitatkozni. Na, ez alapján, a két film alapján könyveltek el engem valami nagyon könnyed fiúnak, tehát ha zenés valami könnyed kell, akkor ott a szabok. Én azért sok mindenre nemet mondtam, ami ezt az image-t erősítette volna, mert hogy egyrészt mindig többre vágytam, másrészt meg mindig azt gondoltam, hogy több van bennem. És akkor jöttek az életembe, hát először Török Feri, 1945 című filmje, ami az első olyan komolyabb film megkeresésem volt. Nem is igaz, mert a Szász Attilának volt, Szász Attila Berni követ című filmje volt, az első filmje az Attilának, ami már egy nagyon komoly szerep volt, és én nagyon szeretem, ez egy tévéfilm volt. Illetve utána jött a 45 a Török Ferivel, ami megint egy nagyon komoly, egy holokauszt téma, aztán felhívott a Mundrucó Kornél, hogy a Jupiter holdjába legyek, szóval akkor volt egy év, amikor beindultak ezek, akikkel én mindig is szerettem volna dolgozni, és akkor így kanyarodtunk vissza a Szász Attilához, aki bár a Köbli Norbert zseniális könyve az apró mesék, amit rám írt a szereplőt, a Hankó Balást, de az Attila van annyira profi, és ezt én tökre tiszteltem benne, hogy Feri volt elmondta, hogy neked írta a Norbi, mindenkit meg fogunk nézni, téged is, ugyanolyan esélyekkel indulsz. Mondom, figyelj, faszal, szuper, menjünk. És akkor volt egy egyhetes castingkör, aminek a végén hát csak én maradtam, és akkor ez egy nagyon nagy, nagyon büszke voltam magamra. Egyrészt, hogy meg tudtam csinálni, másrészt, hogy pont a Papa Piát forgattam, és nem voltam túl jól, másrészt, hogy meg tudtam felelni az író elvárásainak, másrészt, hogy a rendezőnek mégiscsak sikerült visszakúszni a fejébe. És akkor elkezdtük ezt forgatni, és az volt életem legnagyobb és legkomolyabb, összetettebb filmes karaktere. Ez egy hazudozó csávó, aki igazából a háború után, csak aki nem látta még, viszont a háború után, és abból él Budapesten, hogy a fronton elvesztett rokonokat kereső emberekhez jelentkezik újsághirdetésekre, és előad egy mesét arról, egy apró mesét, egy apró hazugságot, hogy hát ő együtt szolgált ezzel a hozzátartozóval, az egy hős volt, együtt mentettek meg egy gyereket, azóta nem lehet. És akkor ezekért a sztorikért cserébe, mert ezt elhiszik neki, pénzt kap, lakást kap, alhatot, kaját kap, és megbukik egyszer egy rendőr felügyelőnél, aki az öcsét keresi, és lebukik, hogy hazudott. És hát nagyon összeverik, de meglóg, és egy vonaton elszökik, és egy erdőben leugrik az oroszok katonák elől, akik igazoltatni akarják, és találkozik a vadász feleségével, meg a kisfiával, és innen indul igazából ez a történet egy erdőben, egy vadászházban, egy
egy kicsit thriller, kicsit szerelmes film. És akkor ebben a figurában, hát itt a vonatról leugrálás, a lövöldöznek rád, hát az eredeti forgatókönyvben még villamosan tujázás, tehát mozgó vonatról leugrás, minden volt, tóba verekedés, és akkor ezeket a vágó nagy örömére, én mindent megkértem, hogy ha csinálja meg én élesbe, és akkor igazából az egész filmben mindent én csinálok, de persze volt egy kaszkadőröm, a Balázs, aki egy csodálatos ember, és ő is mindent végigcsinált, hogy persze a mozgó vonatra mondjuk ne én ugorjak föl, mert egyszer mellé lépek, akkor nincs színész. De egyébként minden más, tehát a betelepített lövéssorozat melletti elugrás, hasoncsúszás, mindent csináltam, és ettől én ilyen iszonyatosan menőnek éreztem magamat, és azt éreztem, hogy ebben a filmben tényleg minden benne van, színészileg, meg akcióban is, amit én gondolok, hogy tartok, vagy gondolok erre az egészről. Na szóval ez egy ilyen ajándékfilm volt, és aztán sajnos itthon nem ment szerintem akkorát, de nagyon sokan szeretik, egy réteg nagyon szereti. Igen, szóval ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy azért is gondoltam behozni, igen, mint téma, hogy annyira nem felkapott itthon, de mégis szerintem így a film szeretők, meg így a film értők között, meg azért mégiscsak nagyobb népszerűség van, meg szerintem tényleg nagyon jól fel van építve benne az a feszült, intim, érzelmes vonal, hogy így nem hagyja nyugodni a nézőt, úgyhogy... Hát meg hogy nem tudod soha, hogy ki hazudik kinek. Igazából a külföldön ez egy sokkal nagyobb ívet befutott film. Nagyon sok fele díjazták a világban. Szerintem Szász Attilának egyedül több díja van 4 filmjével, mint az egész magyar filmes generációnak. Nem tudom, miért nem forgat. Na mindegy, a lényeg az, hogy visszagondolva, hogy én hogy készültem erre, de nyilván minden egyes szerep olyan, mintha mondjuk te most egy ács lennél, és egy asztalt kell csinálnod. Akkor azt az anyagot megvizsgálod, megmunkálod, kialakítod precízen, lecsiszolod, még ott egy kicsit, még itt, tehát hogy így, és akkor elkészül egy gyönyörű egyedi asztal. Kicsit ilyen a mi munkánk is. Van egy szöveganyag, ami megrajzol egy embert, azzal annak az embernek történések vannak az idegrendszerével, a lelkével, a szívével, A-ból B-be eljut, de hogy azokat te milyen élményanyagból hozod elő, az meg a tanult, tehát mi Stanislavski módszert tanuljuk, hogy a saját élményanyagból dolgozik a színész, vannak más módszerek is, mi ezt tanuljuk, és igazából magadból kell saját hasonló élethelyzetekből, emlékeidből, elképzeléseidből gyúrsz össze egy szerepet. Tehát minden egyes ilyen szerep szerintem az én részemről egy nagyon komoly alámerülés jelent. Ha van annak valami speciális vetülete, mint például, hogy héberül beszél, akkor természetesen azt úgy kigyúrni, hogy az anyanyelvi szintnek hasson. Ha vallásról van szó, akkor hát én ezzel a Lefkovicsékkal minden péntek reggel 6-kor ott imádkoztam a Kazinczy utcában az ortodoxokkal, az összes neológ közösséget végigjártam, minden rabbival beszéltem, minden vallásos emberrel beszéltem, vitatkoztam arról, hogy szerintem meg miért hülyeség, és mindenhova, minden szegletét végigjártam annak, hogy mire oda kerülök, nekem kérdésem ne legyen, hanem egy hatalmas élményanyag legyen bennem, amihez bármikor vissza tudok nyúlni fejben, meg érzetben. Na ugyanez van egy ilyen filmnél is, ez a csávó egy hazudozó, nyilván rengeteg olyan tartalmat néztem, ahol azt vizsgálják, hogy milyen, amikor egy ember hazudik, mik a hazugságnak a jelei, hogy van egyáltalán, amikor én hazudok, én hogy hazudok, milyen. Elkezdtem magamat figyelni, direkt füllengetni embereknek az életemben, piciket, persze nem ilyen durva dolgokat, apró hasugságokat, hogy figyeljem azt, hogy bennem mi indul meg, a gyomromból jön, utána az izgalom, a torkomból jön, a szemem felmegy egy fél millimétert, vagy nem, amikor amúgy nem figyelsz, mit csinál közben a kezem, miközben ezt hazudok? Miért így van a kezem a zsebemben, miközben hazudok? Akkor ez mit jelent? Ő miért így reagál? Mit váltok ki azzal, hazud? De ezeket elkezded vizsgálni, és akkor ez egy több hónapos dolog, amíg... Persze ez nem egy szabálykönyv szerinti leírás, ezt én gondolom így, meg sokan így gondoljuk, hogy akkor ennek alámerülsz. Mi az a vékony ég, amitől te a néző, nézed a filmet, és az első 15 percben meg kell, hogy szeress engem, aki egyébként egy hazudozó, mindenkit átverő szemétláda vagyok, csak szabályos az arcom. Azért meg megadom magamnak azt, hogy én egy színész vagyok, egy alkotó ember vagyok, nem fog senki kedvén rohangálni, sőt egyre inkább így vagyok. Amihez van kedvem, azt csinál, de azt csináljuk kurva jól. Amihez meg nincs kedvem, azt köszönöm szépen, azt hagyjam egymásnak. Az most volt már olyan sok. Említettük, meg érintettük a kocsiban is, meg itt is ugye a legfrissebb filmod, ami elvileg most utómunkán van, úgyhogy jövő tavasszal lesz látható, hogy Lefkovicsék gyászolnak. Igen, igen, igen. Ami azért egy nehéz téma, meg említetted is, hogy azt az iskolát képviselet, hogy saját élményekben meg tapasztaltak, hogy azért itt van gyász, van apával való, igen, rossz, viszont neked egyébként az édesapáddal milyen a viszonyod? Most már jó, de ebben a filmben sokat tudtam abból kamatoztatni, hogy milyen volt, vagy hogy mit tud érezni egy fiú, aki egy érzelmileg elérhetetlen apával konfliktusba kerül 30 pluszosan. Ez mindenképpen egy jó élményanyag, úgyhogy nagyon tudtam használni, én elégedett is vagyok vele. Ez jön ki, igen, először meg külföldön, szerintem is aztán itthon.
Pintér Bélás társulatával a Réka és az Oltatlanok című új drámájának vagyok az egyik szereplője, az szeptember 9-es premier, és készülök egy Petőfi stand-up előadással, ami pedig terveink szerint október legkésőbb vége. Úgyhogy most ezekben vagyok, illetve van még a Széttépve című előadásom, ami a függőségekről szól, azt pedig megpróbáljuk most újra játszani, majd csak helyet keresünk. Úgyhogy ezekkel foglalkozok most, és akkor mindezek mellett most nagyon nyitogatok valami polgári tisztességes munka felé is, mert azt gondolom, hogy több lábon kell állni. Úgyhogy ezek vannak most velem, de el vagyok. Tamás, én nagyon élveztem ezt a napot, amit együtt töltöttünk, meg ezt a nosztalgiázus városnézést Budapesten. Egyébként nagyon jó sofőr vagy, nagyon megbízható sofőr, és tényleg jól éreztem magam, és köszönöm szépen, hogy beavattál engem is a nézőket ezekbe a titkokba. Én is köszönöm. Úgyhogy nincs is más dolgunk, mint hogy elköszönjünk, és... Akkor elköszönjük. Elköszönünk. Sziasztok. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a beszélgetésünket. Tamástól elköszönünk. Elmondta, hogy hol láthatjátok, de kövessétek őt a saját platformján is, illetve nézzétek meg a suzukinosztalgiajárat.hu oldalon a további ilyen és hasonló tartalmakat, izgalmas interjúkat, és további szép napot kívánunk. Szép napot, sziasztok!